Nagy szeretettel köszöntök újra mindenkit, és mindenkit, aki most van itt először. A múltkor úgy nagyjából a nevelésről beszéltünk, hogy miről szól a nevelés, hogyan érdemes erről gondolkodni. Igazából arra jutottunk a múltkor, hogy háromnegyed órán keresztül más szavakkal próbáltam elmagyarázni, hogy hogyan érdemes szeretni a gyerekünket, vagy az unokánkat. Csak azt a szót akkor nem használtam, mert ugye ez félreérthető. Akkor most a másik oldalról kell, vagy másik oldalról fogjuk megközelíteni a témát. Ugye egy dolog az, hogyha a szülő érti, hogy mit szeretne elérni. Ugye ez a feladat egyik része. De a feladat másik része az, hogy ott van egy gyerek, akivel a célomat szeretném elérni, és a gyerekkel van egy kis baj. Hogy a gyerek az nem úgy működik, mint egy felnőtt. Ugye? Nem úgy növekszik a gyerek, hogy amikor megszületik, akkor mondjuk 1%-át tudja annak, amit egy felnőtt, aztán szépen 2%-ot, 3%-ot, 4%-et is így majd felnő, és egyre többet tud, amit egy felnőtt is. Egyáltalán nem így van. Ugye? Amikor, ha állatokkal összehasonlítjuk az ember gyerekét, akkor azt kell mondani, hogy minden ember gyereke korra született. Hogy már megszületik, és sok mindent nem tud, amit egy kis állat tud felállni a lábára. Megkeresni az ennivalót. Követni az édesanyját. Elég sok kölyök tudja, az ember gyereke ezt megtanulja. És igazából összességében 20 év kell ahhoz, hogy az ember kész legyen. Tehát a születésétől fogva, úgy nagyjából a 20. születésnapjáig az ember még fejlődik, csak, és most jön a nehéz, nem egyenesen fejlődik, és nem minden része fejlődik egyszerre. Ugye? Egyszerre ez működik nála, következő alkalommal az, néhány évvel később az integrálódik, már együtt kezd működni, ezért a felnőtt ember sokszor el sem tudja képzelni, hogy mi megy le egy gyerek agyában. Vagy miért nem működik az, amit olyan logikusan végig gondoltam egész éjszakán, hogy majd holnap így fogok nyúlni a gyerekemhez, és akkor végre működni fog, és kiderül, hogy nem. Azért nem, mert, és ha nem viszünk mást ebből az előadásból haza, mint ez, akkor az is jó, a gyerek máshogy működik, mint a felnőtt. 20 év kell ahhoz, hogy a gyerek úgy működjön, hogy mi. Ezért érdekes azzal foglalkozni, és érdemes is, hogyha nevelni akarjuk a gyermekünket, érdemes azzal foglalkozni, hogy mit tud és mit nem tud egy gyerek egy bizonyos korba. Vagy mi nagyon jellemző egy gyerekre egy bizonyos korban. Ugye, hogy pontosan a gyerek hogyan jut el az egyik korból a másikba, hát arról nagyon vastag könyveket írnak, de mind a mai napig nem tudnak, bár már több mint 2000 évvel foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy hol így, hol úgy. Egyre azt gondoljuk, hogy egyre okosabbak vagyunk, de a végén mégiscsak nagy rejtély. De ha látunk egy óvodást, vagy egy alsóst, vagy egy felsőst, akkor mégiscsak tudunk néhány dolgot róla mondani. Miben különbözik egy óvodás egy babától, vagy miben különbözik egy óvodás egy alsó tagozatos gyerektől. Tudunk erről valamit mondani. És erről a három csoportról, korcsoportról szeretnék néhány dolgot mondani, hogy értsük és lássuk, hogy minden korban a gyerekhez máshogy kell nyúlni. Máshogy kell nevelni a gyereket, illetve mást kell csinálni vele, hogyha ugyanazt akarom elérni, nem azért, mert én olyan gyorsan változom, hanem a gyerekem belülről még állandóan változik. És ami az egyik korban működik, nem biztos, hogy a második korban is működik, mert közben a gyerekem megváltozott. És nem csak az, hogy nagyobb lett, hanem tényleg belülről, tehát agyilag, testileg megváltozott, és ezért másképp reagál ugyanarra a dologra.
Ja, tehát itt óvoda van, meg általános iskola, ezért gondoltam, hogy erről a korról érdemes néhány dolgot mondani, az óvodáskorról, az alsó tagozatos gyerekről, meg a felső tagozatos gyerekről. Mit csinál az óvodás? Egy szóba játszik, ugye? Ez, na, nem kell más. Az óvodás játszik. Egész nap játszik, állandóan játszik, mindennel játszik, és ha már nagy csoportos, akkor mindenkivel is játszik. Ugye nagyon érdekes, hogy csak körül kell nézni egy alszós csoportban, ott minden gyerek játszik, csak külön-külön úgy nagyjából. Ha a gyereknek otthon van kisebb testvér, akkor lehet, hogy szívesen játszik mással is, de ha nem, akkor így a gyerekek egymás mellett játszanak az elején. Aztán már lesznek olyan, hogy néhány gyerek ugyanazzal játszik, tehát párhuzamosan játszanak. Hogy még mindig nem nagyon egymásról, bár aki nem ért hozzá, az azt gondolja, hogy együtt játszanak, aztán kicsit oda kell fülelni, és kiderül, hogy nem együtt játszanak, hanem véletlenül ugyanazt játszák. Csak mindenki a saját dolgát. És amikor már nagy csoportos, akkor lehet, hogy tényleg együtt játszanak, tehát reagálnak egymásra. Ugye? Tehát ugye így nő az óvodás gyerek, de a leglényegesebb dolog az, hogy az óvodás gyerek játszik. Miért játszik állandóan az óvodás gyerek? Mert így gondolkodik. És ez szerintem nagyon fontos, hogy megértsük. Az óvodás gyerek nem azért játszik, mert nincs munkája. Ugye? Ez a felnőtt gondolkodás, hogy először a munkát kell csinálni, és utána szabad játszani. Ez mit jelent? Egy felnőttnek az azt jelenti, hogy a játék az másodrangú. Az nem olyan fontos, mint a munka. És egy felnőttnél lehet, hogy így van. De egy óvodáskorú gyereknél nem így van. Mert amikor az óvodáskorú gyerek játszik, akkor éppen gondolkodik. Ugye az óvodáskorban az a probléma, hogy az ember csak nagyon konkrétan tud gondolkodni. Nem tud elvonatkoztatni, ha nem tud ugye leülni egy székre és valamit végig gondolni, leírni meg pláne nem. Az óvodás gyerek úgy tud valamit mondjuk feldolgozni, amikor lejátsza. Ezért olyan sok óvodás gyerek azt játsza, amit otthon látott. Mindenki tudja, akinek van óvodáskorú gyereke, ha egyszer nagy ennyi-bennyi volt, akkor lehet, hogy a következő nap az óvodás gyerek azt játsza babájával, hogy most a baba csinált rosszat. Ugye? Vagy a wow-wow. Vagy a maci. És akkor büntetést is kap. Valami hasonlóképpen beszél a gyerek a babájával, mint ahogy a szülő beszélt a gyerekével előző nap, vagy két napokon. Miért? Na most lemásolta a mi viselkedésünket, és most már ő is azt fogja csinálni. Tehát ha nem akarjuk, hogy ilyen csúnyát játszon a babájával, akkor nekünk se szabad ugye, helyre rakni az óvodáskorú gyerekünknek a gondolkodását. Ugye nem arról van szó. Arról van szó, hogy a gyerek meg akarja érteni, hogy mi történik ilyenkor. Mi történik ilyenkor, amikor valaki büntet valaki mást. Ugye így dolgozza fel az élményét. Valami miatt gondol erre, de csak akkor tud gondolkodni, amikor ezt lejátsza. Ugye sokszor még nem tud szavakba gondolkodni. Beszéljünk egy óvodással, és lehet, hogy a mondat felét le fogja játszani. Ó, néni, voltunk ott a háznál, és ott volt ilyen daru. Daru, és azt csinálta, hogy ja, dolgoztak? Igen, a ház meg puff. És lehet, hogy meg is mutatja, lehet az egész testével. Mert sokszor még nem tudja kimondani, vagy miközben gondolkodik azon, hogy mit szeretne mondani, lejátsza. És ha figyeltek ember egy kicsit, én is ezt csinálom. Felnőtt ember is ezt csinálja. Amikor beszélünk, akkor még mindig mozog a kezünk. Van akinek az egész teste mozog. Ugye ez alapszinten megmarad bennünk is. Tehát ha azt akarjuk, hogy a pedagógus ne tudja magát kifejezni például, akkor egy székhez kellene kötni. És most próbáljon valamit elmagyarázni a gyerekeknek. Nem fog menni.
Ugye? Ha magamat jól akarom kifejezni, akkor még mindig felnőtt korban is szükség van a testemre, a kezeimre. Lehet, hogy csak valamit aláhúzok, ugye, vagy nagyon hangsúlyosan akarok valamit mondani, de ez teljesen automatikusan megy. Ez maradt, ennyi maradt. De a gyerek ezt így csinálja. Ugye? Amikor játszik, amikor feldolgozza az élményeit. Azt fogja feldolgozni, ami vele történt, vagy amit látott a tévébe. Vagy a tabletjén. Most már ott tartunk, hogy régebben úgy volt, hogy altatásnál az volt a nagy probléma, hogy a gyerek sírt, nem találta a maciát. Most néha-néha ott tartunk az óvodában, hogy a gyerek nem tud elaludni, mert nem találja a tabletjét. És nem tudja azt a filmet nézni, amit szokott nézni, mielőtt elalszik. Tényleg így van. Csak ugye értsük meg. Amikor egy gyerek nézi a tévét, vagy a filmet, vagy a tabletet, még nem tudja feldolgozni. Jönnek az ingerek, jön az információ, sok mindent lát. Sok mindent lát, amit nem ért meg. Kell neki idő ahhoz, hogy feldolgozza, amit látott. És ugye a kisgyereknek, például óvodáskorú gyereknek a tévé az olyan, mint a valóság. Még nem nagyon tud különbséget tenni az álomvilág, vagy a mesevilág és a valóság között. Tehát ezt neki valamikor fel kell dolgoznia. Ezért fontos, hogy az óvodáskorú gyereknek legyen ideje szabad játékra. Amikor úgymond nem csinál semmit. Tehát nem viszik iskola előkészítőre, nem rakjuk tévé elé, hanem a szobájába rakjuk, sok játékkal, és most játszon valamit. És akkor legyen, mi is kell, aztán végre tud feldolgozni, végre tud gondolkodni. És tudjátok, hogy mi nagyon érdekes? Hogy egyre több olyan játék van, amit csak egyféleképpen lehet használni. Ugyan most már olyan mentőautót lehet venni, ami nem csak úgy néz ki, mint egy mentőautó, hanem olyan a hangja is, meg lehet, hogy olyan bábuk is vannak hozzá. Tehát mit lehet az játszani? Hát csak mentőset. Másról ezzel nem lehet játszani. Viszont ha van hozzá egy doboz, ez nagyon jó. Mert a doboz lehet sok minden. Ugye? A doboz is lehet mentőautó, de lehet rendőrautó is. Meg lehet házikó is. Meg lehet sok minden más. Ezért van az, hogy az óvodáskorú gyereknek sokszor jobban tetszik a csomagolás, mint a játék. Ugye, mert a játékkal csak egy dolgot lehet játszani. Tehát ha éppen nem a mentősön gondolkodom, hanem valami mást akarok játszani, akkor nem jó a mentőautó. És nem az a megoldás, hogy akkor veszünk még 15 fél autót, adjunk neki egy dobozt. Vagy, még jó, hétvégén a dobozra ráteszünk 4 kereket, mit tudom, egy parafából. Építettél egy autót, de ügyes vagy. Na, az lesz neki a kedvenc játéka. Ami egy kicsit úgy néz ki, mint egy autó, de nem teljesen tökéletes jó mentőautó, mert lehet akkor rendőrautó is, lehet a mi autónk is, és azzal megyünk nyaralni, értitek? Ez borzasztó jó a gyereknek. Mert ugye ez már szimbolikus gondolkodás. Tehát amikor egy gyerek elővez egy dobozt, abba belül, és azt mondja brum-brum, akkor már lassan iskola érett. Teljesen gondolom. Mert mit csinál a gyerek? Azt képzeli, hogy a doboz egy autó. Miközben a doboz nem is hasonlít egy autóra. Ugye? Amikor a játékautóra azt mondja, hogy brum-brum, jó, oké, persze, hát így tanulja meg. Az elején ugye minden autó brum-brum, aztán valamikor megtanulja, hogy az egyik az rendőrautó, a másik az mentő, a harmadik az a mi autónk. Ugye így tanulja a gyerek a szavakat is, hogy az elején ugye, mit tudom én, az állatok fele wow-wow, aztán valamikor csak megtanulja, hogy az egyik wow-wow, vagy egyik nem wow-wow, hanem cica, vagy mit tudom én, milyen állatok vannak. Tehát ugye így tanul a gyerek, hogy először egy szót használ sok mindenre, aztán betájolja, hogy ezt a szót mire szabad használni. De amikor a gyerek egy dobozra
azt mondja, hogy brum-brum, akkor óriásit lépett. Akkor rájött arra, hogy lehet elképzelni, hogy ez a doboz egy autó. Csináljuk úgy, mintha. Ha odaig jut el a gyerek, hogy csináljuk, mintha, akkor már megvan az alapja ahhoz, hogy megtanulhassa például az olvasást. Akkor is csináljuk azt, hogy ez legyen az A betű. Amikor ezt írjuk, akkor mondjuk azt, hogy A. Az égvilágon semmi köze az írott A betű meg a kimondott A betű között. És csak megbeszéltük egymással. Amikor ezt látjuk, azt mondjuk, hogy A. Rácseszünk egy vonalat, akkor már A. Nekünk ez teljesen logikus, hogy annyira megtanultuk, hogy el sem tudjuk felejteni. De értitek, hogy igazából ez egy nagyon fura dolog, mert ugye a kettőnek semmi köze egymáshoz. Egy krikskrakszról azt kell mondani, hogy az kapcsolódik egy hanghoz. Ennek az alapja az, amikor a gyerek rájön arra, hogy egy kő is lehet wow-wow, egy doboz is lehet brum-brum. Tehát ha odaig jut el, az már egy óriási nagy dolog. Mert ha ez megvan, akkor utána mindent le tud játszani, amit csak akar. Ugyan az általában egy talán alsó csoport végén már nagyon jól tudja, hogy nem kell autó ahhoz, hogy autósat játszunk. Bármikor lehet úgy csinálni, hogy mintha. És az lesz a nagy játék. Állandóan azt játszunk, mintha. Te leszel az apu, én leszek anyu, csak csináljuk azt, hogy nyaralni megyünk, és így feldolgozza az élményeit, és így tanul. Főleg, amikor nagy csoportban ugyan már másokkal játszik, és kiderül, hogy a másik valami mást gondol ugyanarról a helyzetről, akkor megtanul alkalmazkodni is. Hogy lehet ugyanazt így játszani, meg úgy is játszani. Jó, akkor alsós. Mi nagyon jellemző az alsósra? Nagyon jellemző az alsósra, hogy bármit meg tud tanulni. De komolyan bármit. Ugye, amikor már túl vagyunk már az a nehéz koron, amikor 3 évesen mindig azt mondta, hogy nem, vagy én akarom. Ugye, az első, mit tudom én, 10 szó között biztos, hogy megtanulja a gyerek azt, hogy nem. Csak van egy kis probléma. Ki tudja mondani, de nem tudja csinálni. Erre ráfigyeltetek már? Óvodásoknál, ugye, az a valamire gondolok, éppen beszéltünk róla, amikor valamire gondolok, az óvodás mit csinál? Le akarja játszani. Na próbáld azt lejátszani, hogy ne nyúlj a kályához. Ezt hogy tudod lejátszani? Ezt nem tudod lejátszani. Tehát annyi azt mondja, ne nyúlj a kályához, átjön az információ, nem nyúlj a kályhához, tehát akkor ezt le kell játszani, hogy nyúlok a kályhához, utána meg nem. Értitek? Különben nem fog menni. De mit fog csinálni az óvodás? Ha tiltást mondom neki, pont azt fogja csinálni, amit én megtiltottam neki. Miért? Nem azért, mert nem érti azt a szót, hogy nem, hanem azért, mert azt a szót nem lehet lejátszani. Értitek? Tehát soha, tehát nincs értelme annak, hogy egy óvodáskorú gyereknek egy tiltó mondatot mondjak. Ugye? El kell magyarázni, hogy mit tegyen. Egy óvodáskorúnak, ugye? Mondhatom azt, hogy ne! Hogy állj! Vagy azt mondhatom, és akkor ezt tudja. Tehát önmagát teljesen leállítani, ezt tudja az óvodás is. Nem mindig akarja. Főleg, amikor beüzemelte a hisztigépet, de valamikor meg lehet találni azt a gombot, hogy teljesen lefagy, hogy ja, itt baj van. De egy dolgot nem csinálni, az neki borzasztó nehéz. Ezért az óvodás korú gyereknek pozitív parancsot kell adni, hogy mit csináljon. Tehát amikor oda nyúl a konnektorhoz, akkor lehet azt mondani, hogy nem szabad, hogy azt meg fogja érteni, mert a nem szabadot egyáltalán nem lehet lejátszani. De akkor vissza a kezeddel, ezt tudom csinálni. Nem nyúlj hozzá, nem nyúlj hozzá, rossz, anyu nem értette meg, azt nem lehet lejátszani. Tehát
vissza a kezeddel, fordulj meg, ilyesmi, értitek? Na, az alsós gyerek már tudja ezeket. Ugyan kifejlődött az a rendszer, itt a homoklebeimben, amely le tudja állítani a gondolkodást. Ugyan az óvodás inger vezérel, ha szabad így mondanom, történik valami, arra reagálni kell. Tehát éppen színezem, és akkor tető-tető elmegy az mentő, akkor oda kell menni, meg kell nézni. Ugye inger vezérelt az óvodás, kifejlődik úgy 6.-7. élet évre itt elől az agyba az a rendszer, amely le tudja állítani ezt, és akkor a 7 éves már ott tudna maradni a székén, hogyha éppen feladat van, és mégis csak elmegy a mentő mellette. Ugye, mert az már kezd működni. Az alsós gyerek bármit tud tanulni, mert már megtanulta a szimbolikus gondolkodást. Sokszor eljátszotta, és ugye, döbbenetes, hogy hány verset tud megtanulni egy alsós gyereket. Csak le kell ülni vele, néhány sor elmondani, és tudja. Énekzenénél ezt tapasztalom. Háromszor elénekeljük, és tudja. Olyan, mint a szivacs. Olyan van, ugye már másodikban már nyelvtant kell tanulni, definíciókat, meghatározásokat tud fejből tanulni. El tudja mondani, hogy mi a magánhangzó. A tüdőből kiáramló levegő nem ütközik akadályba. Amikor magánhangzót mondunk. Neki gőzön is, hogy ez mit jelent. Ugye? Hát el tudja mondani a definíciót, fejből tudja mondani, aztán adsz neki 15 betűt, és nem tudja kiválasztani a magánhangzókat. Ugye? Mert ez absztrakt gondolkodás, arra majd felső osztályban lesz igazából alkalmas, de valamiért ezt másodikba kell tanítani. És ez a döbbenetes, hogy harmadikban egy gyerek fejből tanulja, hogy mi a főnév, el tudja mondani, adsz neki 15 szót, és nem tudja kiválasztani a főneveket. Mert csak fejből tud tanulni. Ugye absztrakt gondolkodás még nem megy. Egy 7 éves gyereknek kínai verseket lehet tanítani. Minden probléma nélkül. És úgy fogja elmondani, mint egy kínai gyerek. Csak neki gőzse nem lesz, hogy mit jelent. Ugyan ezért lehetne ugye, a nyelvtanulást elkezdeni alsóba, de nagyon oda kell figyelni, hogy mindig a gyerek kapcsolja össze a szavakat a megfelelő képekkel. Mert bármit képes fejből tanulni, képes, teljesen képes arra, hogy rosszul tanulja meg a versét. Kap egy verset, valamit rosszul ért, és úgy fog maradni. Ha háromszor így mondja, akkor úgy is fog maradni. Nem tudod kiverni a fejéből, mert így tanulta meg. Viszont a memória még úgy működik az alsós gyereknél, hogy tanul valamit, mondjuk szorzótáblát. Olyan? Az, hogy gyerek tud fejből tanulni, tehát ilyenkor kell szorzótáblákat tanítani. Először kiszámolja, mit tudom én, 4-es szorzótáblát, kiszámolja, utána leül, vagy leülünk, megtanulja, viszont nagyon érdekes, az alsós gyereknél jobban működik a memóriája egy idő után. Tehát valamit fejből tanul, ugye ez akkor ismételjük, viszont a hosszú távú memóriája egy kicsit lassabban működik. Tehát a munka memóriában ott van, gyakoroltuk a versikét akár, vagy a szorzó táblát, csak kell egy kis idő, hogy ez átkerüljön a hosszú távú memóriába. Akkor mit kell csinálni? Tanuljuk a szorzó táblát, utána csinálunk valami mást. Összadást, kivonást. Vagy kimegyünk az udvarra, játszunk egy picit. 5 percig. És utána kérdezzük ki a gyereket. Mert addig meg lesz az információ a hosszú távú memóriába. Ugye így kell egy alsósnak segíteni, amikor valamit fejből kell tanulnia, tehát kap házit, akkor leülünk vele, megismételjük, utána hagyjunk egy kis tünetet, és csak utána kérdezzük ki. Mert az agy az még úgy működik.
kell egy kis idő, hogy átkerüljön az egyik részből a másikba, de ha akkor tudja, akkor tényleg tudni fogja. Akkor holnap reggel is fogja tudni. Olyan felnőtteknél a kicsit máshogy működik, alsós gyerekeknél így van. Most lehet, hogy van egy-két szülő, aki azt gondolja, hogy hát ez nagyon vicces, amit az a bácsi mond, hogy a gyerek képes bármit megtanulni, de az én gyerekem még harmadikból is néha-néha összetéveszti a B meg a P betűt, vagy a B meg a D betűt. Vagy elmagyarázom, hogy az honnan van. Ugye? Szegény gyerek nem tehet róla. Az agyunk nagyon jó. Ugye? Ez mi? Hát egy oroszlán. Ugye? Hoztam egy képet, és így balról néz ránk egy oroszlán. Nagyon jó. Hát ez mi? Ez még mindig egy oroszlán, csak most másik irányba néz. Nem? Oroszlán, oroszlán. Hát, sőt, még akkor is, ha fejjel lefelé lóg egy fáról, akkor ez mi? Ez még mindig oroszlán. Ugye? Milyen jó az agyunk, hogy neki mind a négy irányba az oroszlán az oroszlán. Ugye neki tök mindegy, hogy balról jön az oroszlán, jobbról jön az oroszlán, fejjel lefelé lóg egy fáról, hát ismerjük már föl, mert ugye ez nagyon fontos. Hát most jön ez. Hát nem borzasztó? Az agyunk arra van trenírozva, hogy ismerjük fel a tárgyakat bárhogy álljanak. Ugye, mert így logikus, mert ugye a bögre nem mindig úgy áll, hogy jobb oldalon van a füle, van, amikor úgy áll, hogy bal oldalon van a füle. Hát ha nem ismerném föl a bögrét, hogyha máshogy állok, az nagyon nagy baj lenne. És akkor mi ügyesek, mit találtunk ki? Hogy négy hang között annyi a különbség, hogy vagy az egyik irányban néz a vonal, vagy a másik irányban, vagy itt van a hasa, van a másik oldalon van az agya. Ugye elég buták voltunk, hogy így találtuk ki a betűket. Nem a gyerek tehet róla. Lehet szidni a rómaiakat, hogy egy kicsit jobban kellett volna oda figyelni a görög betűkre, és akkor nem lett volna ilyen bajunk. Ha valaki tudja akár az orosz betűket, akár a görög betűket, akkor tudja, hogy ha azoknál maradtunk volna, akkor nem lenne annyi baj a bő meg a dö betűvel, vagy a pö meg a kú betűvel. Ugye? Ezt mit csináljuk magunknak? Viszont az a nagy dolog, hogy a gyerek ezt valamikor meg fogja tanulni. Ugye? Azt fogja tanulni, hogy ha így áll, akkor bö, ha úgy áll, akkor dö betű. És inkább ugye az a zseni, aki ezt tudja, mert mondom, az agyunk nem arra van trenírozva. Az agyunk nem ilyen. Az agyunk úgy működik, hogy az oroszlán legyen oroszlán. Mi vagyunk a furcsák. Tehát nem kell kétségbe esni, minden gyerek meg fogja tanulni valamikor, nem ő tehet róla, hogy az ilyen nehéz. Jó, akkor ez volt az alsós gyerek. Úgy nagyjából. Jött a felsős gyerek. Ugye valami történik. Hogy 3 éves korában ez a gyerek, hogy a dackorszakba jut, és most már fogja használni azt a szót, amit olyan sokszor hallott, hogy nem. Mire 6 éves lesz, akkor jön a Kánaán. Ugye? Iskola érett a gyerekünk, sok mindenre képes, nagyon értelmes, sok mindent tanul, lehet vele beszélni, minden emlékszik, amit mondunk, amit rosszul mondunk. Arra is emlékszik, amit rosszul értetnek, azt rosszul is fogja visszamondani, már nem olyan dacos, és akkor minden szíve, hogy hátradőjön, hogy na, mégiscsak sikerült a nevelés. Ugye, ez a kis ördökből hirtelen mégiscsak kis angyal lett, vannak még vele nehézségek, azért már le kell ülni vele, tanulni meg, hát nagyon, néha mint a kicsit visszaesne még az óráskorban, de úgy általában, hogy elég jól sikerült a gyerek most már. Aztán 11-12 éves lesz, és robban a hormonbomba. Ugye? Puff! Hirtelen. És amikor mi észreveszünk, akkor általában már egy évvel korábban robott a bomba, csak mi nem vettük még észre. Úgyhogy érteni kell, hogy akkor tényleg, ugye, amikor a gyerek kamaszkorban lép, tényleg valami teljesen megváltozik belülről.
Mondja, beindul olyan rendszer, hormonrendszer, ami, vagy a hormonrendszeren belül elindul valami, ami addig nem nagyon működött. Aminek az első következménye az, hogy elsősorban a lábak, de a karok is hirtelen kezdenek nőni újra. Olyan, hogy mit tudom én, 6 éves korától 10 éves koráig a gyerek ugye annyira lassan nő, hogy neki már van egy képe arról, hogy hol van a lába, meg hol van a karja. Ugye tesi órán lehet látni, hogy milyen ügyesek már, ugye 8-9 éves, 10 évesek talán, 10 évesen a gyerekek. Hogy mi mindent tudnak megtanulni, aztán hirtelen ugye kezdenek nőni ezek a lábak, olyan gyorsan, hogy az agy nem fogja föl. Ugye? Azért ilyen érdekesen viselkedik a kiskamasz, nem azért, mert ő ilyen furán akar viselkedni, hanem az ő fejében máshol vannak a lábai, mint a valóságban. Na, olyan gyorsan nőnek. Ezért nem tud úgy mozogni, hogy kellene. Ugye ez az első következménye a megváltozott hormonrendszernek, de annyira új ez az agynak, hogy az agy úgy mondjuk így, hogy először kétségbe esik, aztán meg pánikba. Hogy olyan jeleket kap állandóan az agy, amiről nem tudott, amik eddig nem is voltak, meg valahogy minden máshogy van. És ettől, ha kiskamaszról akarunk beszélni, talán a legjobb kifejezés az, hogy a kiskamasz hirtelen mindenre érzékeny. Egy kicsit ilyen túlérzékeny. Ez, mondom, az azért van, mert egy új rendszer indult be belül, és az agy hirtelen nem tudja felfogni, hogy mi minden történik. Új dolgokra kell reagálni, de még nem tudom, hogyan. Ugye ezért vannak ezek a szélsőséges érzések a kamaszkorba. Hogy az agy kap egy új jelzést, ez öröm szokott lenni. És akkor teljesen ott, öröm, nagy öröm. De hát aztán megijedt, hogy hát de akkor öröm nem volt ez, akkor kicsit így visszaesik egy hormon szintje, akkor már nem öröm, akkor hirtelen teljesen a másik oldalra áll át az agy. Mivel nem tudja még belőni, hogy most hogy van az új rendszer. Mi az, hogy kicsi öröm, mi az, hogy nagy öröm, mi az, hogy kicsi bánat, mi az, hogy nagy bánat. Ugye? Kell egy néhány év ahhoz, hogy az agy újra megtanulja. Annyira érzékeny a kiskamasz, hogy nagyon magasra kell rakni a rádiót. Nagyon hangosra kell tenni a rádiót. Mert ugye, ő most mindent hall. Értitek? Nem azért ilyen hangosan bömböl a rádió az emeleten, mert süket lett a fiam 12 éves korára. Pont fordítva. Ő a harmadik házban is hallja a felnőtteket veszekedni. Csak nem kíváncsi rá. Ezért ugye ezt túl kell hangosítani, hogy csak azt halljam, amit én szeretnék. Ha ki akarok tűni a társaságból, akkor két lehetőség van, ugye? Vagy nagyon színes ruhákat kell venni, vagy teljesen feketét. Mert ugye annyira érzékeny mindenre, hogy ma nem látja a különbséget a pici rózsaszín meg a nagyon rózsaszín között. Ha rózsaszínbe akar lenni, akkor nagyon-nagyon rózsaszínnek kell lenni. Vagy ha vissza akar húzódni, akkor a szürke nem jó, mert a szürke is olyan borzasztóan süt. Akkor legyen teljesen fekete. És ez történik a bőrével is. Ugye, miért álmos a felnőtt ember ilyenkor? Mert amikor rásüt a nap a bőrünkre, akkor olyan anyag termelődik, amely gondoskodik arról, hogy ne legyünk álmosak. Na, próbáljuk elképzelni, egy kamasszal mi történik. A kamasszal a kisfény is sok, ugye túl érzékeny.
Az ő órája két órával fog késni. Tehát amennyi fényt mi kapunk este 6-kor, az a kamos bőrének olyan, mintha még csak 4 óra lenne. Mintha még erősebben sütne a nap. Tehát ő még nem álmos. Akkor lesz álmos csak, amikor már tényleg lement a nap, a bőr már nem kap fényt, és akkor elkezdődik az a folyamatnál is, hogy álmos lesz. Ennek mi a következménye? Reggel nem lehet kilőni az ágyából. Miért nem? Hát mert ugye az egész ritmus át van állítva. Újra mondom, nem ő tehet róla. Nem úgy van, hogy direkt este még frusztrálni akarja a szüleit. Ez ő valóban nem álmos. És reggel tényleg álmos. Ugye? Tehát a felső tagozatú tanítást úgy nagyjából 10-kor kellene elkezdeni, ha azt akarjuk, hogy a gyerek úgy tudjon figyelni felsőbe, mint egy alsós 8 órakor. És teljesen komolyan. Ez egy biológiai folyamat. Csak ezek a hülye felnőttek nem jöttek rá, hogy ez jó lenne, meg ugye a pedagógus se kíváncsi arra, hogy azt jelenti, hogy azt az órát, ugye, ami 2-től 3-ig van, azt akkor 4-től 5-ig kellene tartani. Hát ki kíváncsi erre? Hát ugye akkor már két különböző gárdát kellene hadsorba állítani. Egy külsőt ugye az alsóba, egy külsőt a felsőbe. Ha valaki tud valamit a magyar történelemről, akkor talán emlékszik arra, vagy tud arról, hogy a falusi iskolákban tényleg így volt, hogy délelőtt volt az alsós tanítás, és délután volt a felsős tanítás, és véletlenül se fordítva. Ugye? Nem úgy van, hogy fordítva is lehetett volna. Nem fordítva, nem lehetett volna, nem működött volna. Na, ilyen ez a szegény kamasz. Viszont itt valami más is alakult ki, ami új neki, ugye ez a nagyon logikus gondolkodás. Ugye már kicsit egy absztrakt gondolkodás, tehát olyan dolgokra tud gondolni, amelyek nincsenek is. Tehát lehetőségeket tud végig gondolni. És ez annyira tetszik neki, hogy azt csinálja állandóan. Ő Pizza azt mondta nekem, hogy de vajon mit akart ezzel mondani? Lehet, hogy ez, de lehet, hogy az, de lehet, hogy azt gondolta, hogy én azt fogom gondolni, hogy ő azt gondolja, és ezért most nem azt kellene gondolni, ezt, ugye ez a kamasz. Minden túl gondol. Ugye megint idő kell hozzá, meg telefon is, ha meg akarom beszélni a barátnőmmel, de hát ezért kell annyit beszélgetni. Mert mindent végig kell gondolni, minden lehetőséget végig kell gondolni, mert végre képes vagyok rá. De ugye a kamasznak még kevés tapasztalata van. Tehát olyan lehetőségeket gondol végig, amiről a felnőtt azt mondja, hogy nem érdemes ezzel foglalkozni, mert nem vezet sehova. Hát te tudod, csak ő még nem. Most tanulja, hogy lehet dolgokat úgy végig gondolni, hogy mi lenne, ha. Mi lenne, ha ő azt gondolna rólam, hogy. És mi lenne, ha az ellenkezője lenne. Ezért ugye, ha egy felsősnek akarok valamit elmagyarázni, akkor nagyon logikusan kell érvelni. Egy idő után már nem működik az, hogy mert így mond, mert én mondom. Nem fog működni, mert szépen le kell vezetni. Tük-tük-tük-tük-tük-tük-tük. De nagyon konkrétan, és bele fog kötni, ugye, mert olyan lehetőségekre fog gondolni, amikre mi azért nem gondoltunk, mert mi tudjuk, hogy ez hülyeség. De mi lenne, ha